A parlament tegnap a veszélyhelyzet meghosszabbítása mellett döntött további 90 napig. Sokan tévesen azt gondolják, hogy ez azt jelenti, hogy minden jelenlegi védelmi intézkedés marad május 23-ig. Azonban ez nem feltétlenül lesz így. Arról, hogy a kormány mire kapott felhatalmazást egész pontosan, dr. Salasz László országgyűlési képviselővel beszélgetünk. Jó estét kívánok, képviselő úr, köszöntöm a stúdióban. Tehát ugye elindult a parlament tavaszi ülésszaka, megszavazták a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló törvényt tegnap, hatályba is lépett, de pontosan mi hosszabbodik meg? Jó estét kívánok! A parlament a tegnapi ülésnapon megszavazta a koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló törvényjavaslatot. Ezzel a kormányt a veszélyhelyzetben alkalmazott rendeleteinek a hatájának kitolására hatalmazta fel. A kormány ezzel a törvénnyel újabb 90 napra kapott lehetőséget arra, hogy a veszélyhelyzetben már meghozott intézkedéseit továbbra is hatályban tartsa. Ez lényegében akkor azt jelenti, hogy sok-sok rendeletet, amit hozott a kormány a veszélyhelyzet kezelése során, intézkedéseket, ezeknek a hatálya hosszabbodik meg? Igen, de ez teljesen a kormány döntésétől függ. A parlament egy felhatalmazást adott a kormánynak arra, hogy ezt 90 napon belül bármikor, bármilyen formában módosítsa az éppen aktuális helyzetnek megfelelően. Tehát akkor nem lehet összemosni azzal, ahogy ugye a beszélgetés felvezetőjében is mondtam, hogy nem a veszélyhelyzetre adott intézkedés, tehát mondjuk a kijárási korlátozás nem ezt hosszabbodott meg május 23-ig. Nem. A kormánynak adott felhatalmazást a parlament, hogy ezeket az intézkedéseket, ezeket a részletintézkedéseket további 90 nappal meghosszabbíthassa. De feltételes módban. Feltételes módban, határozottan feltételes módban. Ezt a 90 nap alatt természetesen, hogyha a helyzet úgy alakul, akkor ezek az intézkedések, ezek enyhítésre kerülnek. Ugye a különleges jogrend van ilyenkor érvényben, és ez miért fontos? Mivel, mennyiben könnyíti, gyorsítja meg a kormány munkáját? Mi ennek a haszna? A kormány így módon rendkívül gyorsan tud reagálni bizonyos élethelyzetekre. Ugye novemberben, 2020 novemberben hozott egy csomó olyan intézkedést, például az online oktatást a felsőoktatásban, a középiskolákban, a kijárási korlátozásokat. Tehát olyan intézkedéseket hozott, ami tulajdonképp igazából törvényi felhatalmazással működhetne általában, de most, mivel megkapta ezt az esélyt arra, hogy önként vagy önállóan intézkedhessen, ezért a kormány ezeket az intézkedéseket meg tudta hozni. Ezek az intézkedések természetesen módosíthatók, de felhívom arra a figyelmet, hogy az bizonyítja, hogy ezek az intézkedések akkor és abban az időpontban helyükön voltak, hogy a novemberben meghozott intézkedéseket nem kellett módosítani. Ezek stabil, kiszámítható intézkedések voltak, melyekhez a lakosság tudott alkalmazkodni. Tudjuk ezt egy példával érzékeltetni, ugye ön részt vesz a törvényalkotásban, hogy ha nem lenne ez a különleges jogrend, akkor ezeket az intézkedéseket milyen procedúrával, milyennyi idő alatt lehetne megtenni, és ezzel szemben pedig így mennyi időt vesz igénybe? Hát a legjobb példa éppen most ennek a veszélyhelyzeti törvénynek a létrehozatala volt, hiszen az ellenzék ezt nem szerette volna, hogy ezt a parlament elfogadja. 133 igen szavazattal szemben 55 nem szavazat is érkezett, és ugyanez a procedúra végre kellett volna, hogy hajtódjon abban az esetben, hogyha a kormánynak nem lenne felhatalmazása. Tehát minden egyes apró most, amit rendeletben tudunk módosítani, vagy rendeletben tud a kormány módosítani, minden egyes apró részletszabályra, a törvény módosításra lett volna szükség, és legalább egy hét kellett volna ahhoz a parlamentnek, hogy ezt meghozza. Tehát egy héttel lassabb lett volna kérdés a reakció. Ugye elindult a nemzeti konzultáció is az újraindításról, múlt héten kezdődött, online formában lehet kitölteni a kérdőíveket. Mire kíváncsi a kormány, miért fontos az állampolgárok véleménye? Most, hogy az oltóanyag tömegesen áll rendelkezésre, lehetőség volt arra, hogy a kormány egy nemzeti konzultációt indítson. A nemzeti konzultációban arra kíváncsi a kormány, hogy
ezek a korlátozó intézkedések milyen formában és egyszerre, illetve szakaszonként kerüljenek kivezetésre. Erre kíván természetesen a szakértők fogják ebben a döntő szót kimondani, azonban a kormány kíváncsi az emberek véleményére, leginkább abban a tekintetben, hogy milyen lépcsőzetesen valósuljon meg, illetve egyszerre valósuljon meg a járványhelyzet elmúltával a könnyítése. Még akkor folyamatosan ugye ki lehet tölteni a nemzeti konzultációt a koronavírus.gov.hu oldalon, ugyanott, ahol az oltakozásra lehet regisztrálni, ha jól tudom. Igen, de vakcinainfo.gov.hu oldalon is ki lehet tölteni. Jó, igen, mert ugye én is meglátogattam ezt az oldalt, és láttam, hogy ugyanaz oda vissza két területre, és nagyon jól elhatárolhatóan látszik, hogy hol lehet a konzultációt kitölteni. Ön ugye a Törvényalkotási Bizottság alelnöke is, és a bizottsághoz érkezett egy indítvány az önálló határőrség felállításának kérdéséről, lehetőségéről. Hogyan látja ezt a kérdést? Mi a vélemény erről? A múlt évben volt egy olyan törvénymódosítás, hogy azok a törvények, amelyek a parlament elé kerülhetnek, abban eddig a parlament hozta meg a döntő szót, ezt a szaknyelven úgy mondják, hogy tárgysorozatba vételi eljárás. Most viszont, hogy a parlament kevesebbet ülésezzen, illetve kevesebb kontaktus jöjjön létre a parlamenti képviselők között, ezért ezt a hatáskört ezt megkapta a Törvényalkotási Bizottság, tehát mi döntünk abban, hogy a Törvényalkotási Bizottságban, hogy mely törvények kerüljenek a parlament elé, illetve melyek nem. A Jobbiknak egy visszatérő elképzelése az önálló határőrség visszaállítása. Az önálló határőrség 2006-os kormányrendelet alapján szűnt meg, beolvadt a határőrség a rendőrségbe. Így módon egy csomó párhuzamosság, egy csomó átfedés megszűnt a két szervezet között, és emiatt, és ennek következtében gazdaságilag racionálisabban lehet működtetni a rendőrség keretében ezt a szervezetet. A határrendészet az egy külön szolgálati ágként működik a rendőrség kötelékében. 2016-ban 3000 fővel nőtt a határrendészet létszáma, jelentős beszerzések valósultak meg, fegyverzetben, rendészettechnikai eszközökben, gépjárműbeszerzésben. Ez tette azt lehetővé, hogy a 2015-ös nagy tömegben érkező illegális bevándorlást meg lehetett fékezni. A rendőrség munkáját segíti egy 5000 fős műveleti tartalékos szolgálati egység, ami igazából a honvédség kötelékeibe tartozik, és az ő együttműködésükből hatékonyan és átfogóan sikerült megállítani az illegális migrációs hullámot. Annak bizonyítéka, hogy mennyire hatékony volt ez az összevonás, illetve mennyire hatékonyan működik ez a szervezeti egység, az is bizonyítja, hogy a nemzetközi fórumokon, amelyek nem vádolhatók azzal, hogy különösebben magyar barátok lennének, elismerően nyilatkoznak a magyar honvédség, a magyar rendőrség teljesítményéről, és arról is, hogy a Magyarország hogy kezelte az illegális bevándorlás kérdését. Képviselő úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.